Érdeklődött egy fiatalítom a telefon könyvben. Ennek során, az érdeklődés során megtudták, hogy egyedül élt, hány éves, illetve azt, hogy pontosan hol lakik. Majd május 16-án a délelőtti órákban ismét felhívták, azzal, hogy az előző telefon kapcsán ígért vitamin nyereményt, ahol megnyerte, és azt elvinnék a lakására. A sértettünk fogadóképes volt, és ezért május 16-án 10 óra körülben egy ismeretlen férfi és egy nő megjelent a lakásán. Ő beengedte őket, ezt követően a lakásban egy kérdőívet töltöttek ki vele, melyet alá is írattak a végén. Ennek célja az volt, hogy nyilván megtudják, hogy a lakásban ő egyedül tartózkodik el, vagy van esetleg valami hozzátartozó, és mivel a hölgy egyedül volt otthon, ezért a férfi elkövetőként készorított a nyakának, egy fotelbe kényszerítette, és közben a hölgy elkezdett kutatni a lakásban. A cselekmény közben a férfi elkövetőnk fehér színű szigetelő szalaggal, amit itt is láthatnak, megkötözte a hölgynek a kezét és a lábát. Majd eközben a női elkövetőnk a lakásban kutatás során feltalálta a hölgynek a ékszereit, illetve 24 ezer forint készpénzt, és összesen több mint 300 ezer értéket sikerült neki megtalálni a lakásban. Ezt követően a lakás kulcsát, illetve a lakás telefonját, ami egy hordozható telefon magukhoz vették, majd eltávoztak, ismeretlen helyre távoztak. Ez volt az első cselekményünk. A második cselekményünk múlt héten hétfőn történt, augusztus 4-én. Szintén augusztus 4-ét megelőzően, július 31-én hívják fel telefonon a Debrecen Lehel utcán egy bérházban, bérház 6. emeleti lakó sértettünket, aki szintén fogékony a hívásra. Itt már nem is vitamin csomagról van szó, hanem egyszerű ajándékcsomag nyeremény sorsolásról. Szintén kiportolják azt, hogy sértettünk egyedül él, 60 év feletti bőbeszédű, beszédes, alkalmasnak találják arra, hogy esetleg a bűncselekmény elkövetési sekkor beenged őket a lakásba. Így is történt ez 2014. augusztus 4-én, amikor is reggel fél két óra körül időben hívett fel telefonon, közlik vele, hogy megnyerte az ajándékcsomagot, és pár perc múlva érkeznek a lakására. Meg is érkeztek, a hölgy beengedt őket, szintén lejuttették a hölgyet, ők is lejuttak a lakásba, egy kérdőívet töltöttek ki vele, melyet alá is irattak, személyigazolványszámmal, közben nyilván felmérték, hogy nincs otthon senki, és ezt követően újabb támadás érte a hölgyet, megint a férfi támadott, ezzel a késsel kést fogta a sértettünk torkának, aki ugyan ellenállt, de őt is egy fotelbe kényszerítette, és mivel tovább ellenállt, próbált kiabálni a száját, befogta, majd először egy szigetelőszalaggal, ezzel a fehér szigetelőszalaggal próbálta megkötözni, de mivel hevesebben ellenállt a 77 éves sértettünk, ezért ezzel a fekete színű, egy ugyanilyen fekete színű gyorskötözővel a csuklóját megkötözte. Közben a hölgy elkövető szintén kutatás végzett a lakásban, és innen aranynyakláncot, gyűrűt, karkötőt, illetve 210 ezer forint készpénzt sikerült elvinni. Ismét eltávoztak a helyszínről, nyilván ezzel a kötözéssel annyi idejük volt, hogy a sértettek, mire kiszabadultak, eltelt egy 10-15 perc, mire a rendőrséget értesítették, és már is egy fél óra késésben voltunk. Rendkívül profin hajtották végre a cselekményüket. Annak ellenére, hogy 2013 évben, ha egész évet veszünk, 23%-kal csökkent a 60 év feletti sértettek sérelmére elkövetett bűncselekmények, 60 év feletti személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, még így is kimondottan magas, 2000 fölött van azoknak a 60 év feletti személyeknek a száma, akik megyénkben, egy évben valamilyen bűncselekmény áldozatává válnak. Az is szükséges, hogy ezek az emberek elhiggyék azt, hogy senki sem kapott a sorstól egy olyan elismervényt, amely alapján ő mentesülhet az ilyen jellegű bűncselekmények alapján, vagy ezen bűncselekmények alól.
kimondottan, fokozottan veszélyeztet a 60 év fölötti korosztály. Mire a legcélszerűbb odafigyelniük az időseknek, hogy ne essenek áldozatul ilyen bűncselekményeknek? Sajnos egyes embertársaink arra szakosodnak, hogy a 60 év feletti embereket próbálják meg valamilyen trükkös módon becsapni, és ezáltal őket valamilyen bűncselekmény áldozatává tenni. A 60 év felettiek kifejezetten veszélyeztetettek ebből a szempontból, hiszen koruknál, egészségügyi állapotuknál, fizikai felépítésüknél fogva kevésbé tudják önmagukat megvédeni. Sokszor azt tapasztaljuk az egyes cselekmények elemzése során, hogy az elkövetőt nem is az motiválja, hogy mekkora összeget vagy mekkora értéket tud megszerezni egy ilyen 60 éves vagy attól idősebb embertől, hanem az, hogy mekkora ellenállást kell leküzdeni abban az esetben, hogyha esetleg kiderülne, hogy ő rossz szándékkal jön. Ezért szoktuk felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan apró és nem ördöngős trükkök, amelyeknek a bevezetése, vagy ezeknek a biztonsági szabályoknak a megtartása sokat segíthet abból a szempontból, hogy az idősebb korosztály ne váljon különböző bűncselekmények áldozatává. Az első és legfontosabb az, hogy ezek az emberek a vagyonbiztonságra nagyon-nagyon minimálisat költenek. Tehát még azok a régi zárak vannak felszerelve a lakásaikon, amelyeket 30-40-50 évvel ezelőtt tettek meg, amelyek már nagyon alacsony biztonsági fokozatúak. Elektronikus vagyonvédelmi berendezésük egyáltalán nincs. Ha pedig van ilyen, akkor meg azt tapasztaljuk, hogy beengedik az elkövetőt. Hiszen az ilyen eseteknél, mint hogy ez is példázza, a trükkös tolvajoknak az a módszerük, hogy valamilyen megtévesztő legendával próbálnak a sértetnek, a majdani sértetnek a bizalmába kerülni. És nagyon jól fel tudják mérni azt, hogy ki az, aki erre vevő, mármint a sértettek közé, ki az, aki erre vevő, vagy ki az, aki nem. Ezek az emberek beengedik. Azt szoktuk javasolni, ajánlani, hogy ne engedjenek be senkit. Senkit az ég egyet a világon, legyen az ügynök, legyen az akármilyen közvéleménykutató, legyen az valamilyen hivatalnak a munkatársa, stb. Ha nem biztosak abban, tehát természetesen, hogyha előzetesen levelet kap, hogy fognak érkezni a elektromosnak a munkatársai, de azok igazolvánnyal ellátottak, azoknak hivatalos papírjuk van, azokat le lehet informálni, akkor telefonon be lehet szólni az adott szolgáltatónak, hogy például van-e a környéken ilyen munkálat, árrendőröknek adják ki magukat, ilyennel is találkoztunk, be lehet telefonálni a rendőrségen, ilyen nevű vagy ilyen igazolvány számú ember van-e a rendőrségen, hiszen a rendőrnek kötelező szolgálata teljesítése közben vagy intézkedése közben önmagát igazolni. A helyszínen készpénzforgalom soha nincsen. Nagyon sok időskorút azzal tévesztenek meg, hogy jöttek az önkormányzattól, és valamilyen szociális járadékot vagy ellátást hoztak, mert hát kiszűrték őket, hogy ők bizony rászorulnak erre. Hát ki ne örülne annak a hírnek, hogy ő valamilyen ellátást fog kapni. Természetesen ilyenkor beengedik, és akkor majd jönnek az egyéb csalafintaságok, hogy 20 ezer forintosunk van, de csak 12 ezer forint jár, akkor tessék szíves lenni már visszaadni, és addig csavarják a dolgot, még valamilyen úton, módon át tudják verni a szerencsétlen időst. Azt szoktuk mondani, ha elkerülhetetlen az, hogy ilyen idegennek be kell jutni a házba, akkor mindig kérjünk valamilyen segítséget. Kérjük meg az unokánkat, kérjük meg a fiunkat, lányunkat, vagy esetleg a szomszédunkat, vagy valami ismerőst, hogy addig, amíg tart ez az intézkedés, vagy amíg tart ez az akció, addig legyen szíves jelen. Nincsen készpénzforgalom a helyszínen, ezt már említettem. Tehát olyan nincsen, hogy jön egy szolgáltató, és ott valamilyen szolgáltatási elmaradást ott a helyszínen akar rendezni. Tehát pénzfizetés minden csekken történik. Óvatos bizalmatlansággal kell lenni sajnos az embertársaink iránt, házalókereskedőt nem szabad beengedni, de általában azt szoktuk mondani, hogy nagyon jól gondolja meg egy idősebb ember, de akárkicsoda az, hogy kit enged be a lakásába is. Idegent, még ha akármilyen ürüggyel jön is, csak hát óvintézkedések betartásával engedjen be.